Kedves nézőink, hallgatóink, József Ferenc vagyok, és önök az Eventus Podcast stúdió műsorát nézik és hallgatják. Minden bimbo csak egyszer virágzik, és minden virágnak csak egyetlen olyan pillanata van, amikor tökéletes szépségben pompázik. Hasonlóképpen a lélek, kertjében is minden érzelemnek megvan a maga virágja. Vagyis egyetlen olyan pillanata, amelyben bája kiteljesedik, és uralma fenségesen tündököl. Minden csillag éjszakánként egyszer halad át a fejünk fölött, és csak egy pillanatig ragyog ott és ugyanúgy. Az értelem egén is minden gondolatnak csak egyetlen, hogy úgy mondjam, zenit pillanata van amelyben teljes fényében és egész nagyságában teljesedik ki. Művész, költő vagy gondolkodó. Ott, ezen az egyszeri és tűnőpontban megadatik egy gondolattal és érzelemmel, hogy rögzítendő és megörögítendő ez a pillanat. Ezt, ami a Henrik mondta valamikor régen, egy svájci filozófus. Engedjék meg, hogy ezekkel a gondolatokkal köszönjük a kedves hallgatókat, nézőket, és megkülönböztet tisztelettel köszöntsem Nári Erika művésznőt, Isten hozta a stúdióban. Köszönöm szépen a meghívást. Örülök, hogy találkoztunk, örülök, hogy eljött, és örülök, hogy beszélgetettünk. Ez a beszélgetés karácsony előtt fog lemenni, tehát a karácsonyi hangulat már érződik, hiszen az üzletekben már októberben októberbe karácsony, kar karácsony volt, úgyhogy hát önt majdnem mindenki ismeri. Ha az ember nem jár az színházba, nem néz muzikeleket, nem hallgat zenét, akkor is találkozik Erikával, hiszen szinte nincs külföldi sikersorodat, amelyben ne kölcsönözte volna ő a hangját. Elképesztően sok szinkronizált, és rengeteg zenés produkcióban játszott és játszik. Ma kölcsönözze nekünk is a hangját, erre az egy-másfél órára, ha megkérhetem. Tudja, mi az érdekes, hogy nagyon-nagyon keveset szinkronizálok manapság, már nagyon régóta. Amikor bekerültem ugye az Opera Színházba 2003-ban, játszottam először, illetve játszottam főiskolásként, vendégként az Ének az Esőben, mert 1989, kimondani is szörnyű, 90-ben, de amire így az emberek határozottan már emlékeznek, az természetesen a 2000-es évek eleje. 2003-tól 2012-ig voltam az Színháznak a, a tagja, és rettenetesen sok produkcióban, Rómeus Júlia, Mozart, Szépség és a Szörnyeteg, Szép nyári nap, a Bigél, szóval nagyon sok produkcióban játszottam, és akkor egy picit leszoktak rólam a, a gyártásvezetők és a rendezők, mert macerás lettem, ezt úgy kell érteni, hogy nyilván, amíg a 90-es években a napom nagy részét azt tette ki, hogy szinkronizálok, illetve hogy járok egy második főiskolára, a zeneművészeti főiskolára jártam, ott szereztem meg a második diplomámat, ez nekem egy tökéletes állapot volt, hogy de, ahogy tudtam a, a szinkron tudtam egyeztetni a, a főiskolával. Sikolával. Mert ugye a, a Lukakba tudtam vállalni melót. Meg amikor annak vége volt 96-ban, utána meg már. Értelemszerűen egész nap is ráértem, mert akkor inkább az volt a prioritás, hogy a zenekarommal koncerteztem, napközben megszinkronizáltam. És akkor tényleg mindenben benne voltam, de tényleg mindenben. Egyrészt azok a filmek a mai napig, já, tehát ott van igen, tehát az nézik az emberek, különböző csatornákon ismételgetik őket. A másik pedig az, hogy volt néhány olyan kultikus sorozat, illetve egyedi film, ami nem tud kikopni, mint a, ha már karácsony, akkor a esetek betörők se fog soha az életbe eltűnni. Abba töltetesen nem szinkronizáltam, de soha az életben nem fog eltűnni. Az mindig ott marad, azt mindig fogják nézni az emberek. Ahogy az X-aktákat is, a verdákat is, az aranyhajat is, a Herkulest is, a, a grészklinikát is, csak hogy most tényleg ilyen nagyon népszerűeket mondjak. És ettől ö, nyilván az én hangom ismert hang lett, és amikor az emberek hallják az én hangomat egy reklámban, vagy hogy station voice vagyok, ugye a, a, a spektrum home és nézik, akkor az, az a képzet lehet, hogy én a mai napig reggeltől estig dolgozom. A, dolgozom a szinkron stúdióban. Ami egyáltalán nem így van, de ez nem baj, mert olyan sok lett közben a színházi elfoglaltságom, és egyéb dolgaim, hogy már közel sem tudok annyit vállalni. Meg azt is, azt se felejtsük el, hogy, hogy az ember, ahogy idősödik, nyilván, mikor 20 éves voltam, meg 30, akkor minden napra jutott egy főszerep. Mert a filmek zömében fiatalok játszanak a sorozatokban. Tehát ez tehát sokkal több a fiatal szereplő, mint a középkorú vagy az idősebb. Tehát nyilván fogy is a meló, így, de abban bízom, szoktam viccesen mondani, hogy amikor már majd igazán öregek leszünk, akkor csak néhányunknak marad meg rendesen a foga, és akkor már megint rám fagyalodnak majd a szinkron. Nem, egyébként nem panaszkodom, mert azért most is szoktam szinkronizálni. Tegnap is voltam három stúdióban, csak hogy nem annyit, mint a 90-es években. De ez, 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 ez szerintem ezt normális, hogy az emberek ezt gondolják, mint hogy azt is, hogy a tíz eltöltött évem alatt az Operett Színházban, már hiába nem vagyok ott 2012 óta, mégis a mai napig még kollégák is, a a a a tegnap e ezer röhögtem, összefutottunk a szinkronstúdióba a, a Földes Johnny-val, a Petri Ristros volt ott, a Dézsi Szabó Gabi, nem tudom, akik az Operett Színházban most tagok. Mm -hmm. És megkérdez az egyik tőlem, hogy és jössz a nem tudom én mire? És így ránéztem, nem, nem tűnt fel, hogy nem vagyok ott 2012 óta. De nyilván, ahol az ember sokat volt, meg, meg jelentősebb dolgokban részt vett, az valahogy örökké az élete része marad, és ezért gondolják azt a, a, nézők, hallgatók, hogy én nagyon sokat szinkronizálom, szinkronizálok, és hogy, hogy még mindig közöm van valamilyen szinten az operett színházhoz. De ez így van rendjén, mert ha valaki valamit jól csinál, akkor az emberek a meg is marad. Ez mondjuk jó, igen, elfogadom, legyen így. Jó. Na de, Mielőtt eljutnánk a színházhoz a szinkronig, azért mesünk, milyen gyerekkora volt Nára Erikának, hiszen Egerben született, aztán az alapiskolákban Eger csehébe kezdett járni. Úgy volt, egész pontosan, hogy füzesabonyiak voltunk, és Egerben születtem, mert ugye ott volt Igen. kórház, és az, az, első pár évemet füzesabonyban töltöttem, a nagymama, nagypapa, nagynénik és egyéb, nagyon, tehát ott, ott volt a szoros család, és mi onnan költöztünk be Egerbe, én ott kezdtem el az általános iskolát, egy zenetagozatos általános iskola, egy ilyen nagyon jó nevű, erős, a Mint Tanárképző, akkor még Hosi Mint Tanárképző Főiskola kettes számú zenei gyakorló általános iskolájának voltam a növendéke, és onnan költöztünk ki, a szüleim munkahelyet váltottak, és Egercsehiben kezdtek el dolgozni, és mi onnan kiköltöztünk Egercsehibe, de miután én már elkezdtem az általános iskolát Egerben, ezért maradtam Egerben. Pláne, hogy zenetagozat volt, tehát mondjuk a faluba lényegesen ö, ö, Gyengébb általános iskába folytattam Ilyen. volna a tanulmányaimat, és miután nem volt gond a tanulmányaimmal, mert nagyon jó tanuló voltam, ezért maradhattam a, a bár, akkor még ezt nagyon szigorúan vették. Utólag tudtam meg, hogy lelettem káderezve, hogy úgy már mondjam, akkor? már akkor igen, hogy mennyire tanulok jól és volt is egy ilyen megállapodás, amiről mi nem tudtunk a család, hanem a, a tanárnő tudott, hogyha én nem ütném meg a 4,6-ot, vagy valami ilyesmit, akkor én miután nem vagyok jogosult oda járni, mert akkor még ez nem volt úgy nyitva, hogy szabad iskolaválasztás, akkor én nem járhattam volna oda tovább. De miután általában ilyen 4,8-9 vagy kitűnő voltam, ez nem, nem, volt probléma, tehát járhattam oda az általános iskolába. És akkor így töltöttem el Egerben 8 évet a Hosi mint tanárképző főiskola gyakorló iskolájában. Egy fiatal gyerekecskének ingázni, mert az 27 km Eger és Eger, azért az, az, nem kevés. Igen, én nem tudom, mi voltam ilyen bátor. Egyszerűen azt hiszem, annyira élveztem a... Azt a fajta Sűrű életet, amit az iskola biztosított. Tehát rettenesen sok szakör volt, sport lehetőség. Közben én nagyon hamar beiratkoztam a, a, a helyi zeneiskolába, Pannika nénének, az énektanárőnek köszönhetően. Azonnal elkezdtem hangszert tanulni, énekkaros voltam, mindenféle versenyre küldtek, versmondó ének népdaléneklés, ketten együtt, külön-külön. Tehát annyira élveztem ezt a pesgő életet, hogy nekem belefért az, hogy egyébként ez tényleg egy teher, az, hogy mondjuk nem 4 8 kor fölkerek és átsétálok a mellettem lévő általános iskolába, hanem 6-50-kor indul a busz, be kell menni, és mondjuk a 4 es busszal mentem Visz. haza, vissza leghamarabb, ami azt jelentette, hogy én leghamarabb minden nap fél-hatkor értem haza, de ha még tovább tartott a program, akkor a 7-10-es buszt, azt muszáj volt elérni, mert az volt az utolsó. És akkor 8 körül értem haza. És én reggel 6-kor már keltem. De valahogy ö, visszagondolva, amikor nyáron nem volt ez a pörgés, akkor nekem az nagyon hiányzott. Én szerettem, hogy ilyen erős iskolába járok nagyon meg kell felelni, nagyon jó kell tanulni, nagyon sok versenyen kell indulni, tehát, hogy, hogy ilyen sűrű, tartalmas életet élhet. Ez lehetett akkor már kihívás az ön számára? Nem is tudom. Én azt hiszem, annyira természetes volt, hogy nem annak vettem. Anya mesélt egyszer egy történetet, hogy az első ilyen versmondó versenyemre, ami elsős voltam, beneveztem magamtól és megnyertem valami nagyon, most nem akarok hazudni, hogy a megyét vagy az országost, mindegy, de megnyertem valami nagyon magas versenyt és és akkor a könyveket, amiket nyertem, azokat nem is mutattam meg otthon, csak amikor már az orsz országost is megnyertem. És az anyu nem is tudta, hogy én járok, volt. ilyen hol voltam. Mert ugye amúgy is mindig nyolcra értem haza. Mi volt az iskolában? Semmi. Tehát körülbelül ez volt mindig ugye a válasz. És akkor az volt a vége, hogy, hogy a kérdezt, hogy de miért nem mondtad el, hogy megnyerted az iskolait, a, tudom én, a városit, a megyeit, a területi, tizé, tudom, hogy voltak föl, ö, És akkor, hogy a le, mert mondom, én, mert, 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 hogy én azt vártam meg, hogy az utolsót is, és akkor már azt akartam, mert hogy volt bennem inkább egy ilyen, hogy hát ha nem én nyerem meg, akkor az kínos, akkor meg sem mondom ott, hogy elindultam pedig én nem bántottak volna, ha értem. vagy nem. Valószínűleg magammal szemben volt egy olyan elvárás, hogy én vagy a legjobb vagyok, vagy akkor nem érdekel. Vagy inkább meg sem mondom. Akkor nem mondom meg. Tehát volt benne egy olyan, hogy gyerünk, és akkor egy. Igen, első. Igen, igen. Már akkor? Igen, abszolút, mert én egy. Tehát azért egercsehiben élni, egy viszonylag inger, szegény környezetben, bár sok szempontból nem volt az, mert azért gyönyörű volt az erdő, embertelen, jó, jó körülmények között teltek a nyarak, meg a telek, mert ugye lehetett a, a hegyről például télen, akkor még volt hó, nem úgy, mint Igen. ma, és térdig jártunk benne, és akkor egésztélen, vagy korcsolyáztunk, vagy nem volt korcsolyánk azért, annyira nem voltunk jó de jégen csúszkáltunk, vagy, vagy lefelé a hegyen jöttünk, szánkóztunk, és nem tudom én, tehát hogy az, az egy csodálatos, ilyen szempontból egy csodálatos gyerekkor volt, vagy hogy nyáron az erdőt jártuk meg, nem tudom, ilyen szempontból nem volt ing inger szegény, de nyilván programok szempontjából az volt. És ezért én nagyon sokat olvastam egyébként, ezzel pótoltam ezeket a dolgokat, de, de, de igazából de jó is volt, hogy, hogy ilyen kettős életet éltem, de én nagyon szerettem bemenni a városba, és szerettem annak a nyüzsgését, és az ott, ott, történő dolgokat átélni. Az akkori gyerekkor és a mostani gyerekkort, oh. ha összehasonlítjuk, még a jobb, vagy még látja jobbnak? Nyilván nagyon sok erőnye megvan annak, hogy, hogy a technika ott tart ma, ahol tart. De azért én már a 20 évvel ezelőtt itt is, amikor a gyerekem volt kicsi 23 éves a Kamilla, hogy már akkor is nagyon sajnáltam azt, hogy őt nem tudtam közel se annyira a természethez kötni, mint amennyire nekem egyszerűen muszáj volt, hogy oda kötődjeket. Hát egyébként mit csináltam volna. Tehát kimentünk és találkoztunk és fociztunk, vagy hegyet másztunk, vagy csak ültünk a padon és beszélgettünk. Ez szerintem nagyon sok mai napig tartó barátságot megalapozott. Nyilván az a generáció, aki most 20 éves, vagy 10 éves, vagy még kisebb, nekik egész mást jelent gyereknek lenni. Amiért én nagyon haragszom. Tehát szerintem nagyon jó, hogy van egyébként az internet, az szuper, hogy az ember rögtön, ha valamit nem tud, meg tudja nézni, és ott van, és rálátása van, és egy csomó információhoz hozzá. De például azt nem nagyon értem, hogy ülünk egy szállodában, Reggelizünk, és a gyerekek előtt ott van a laptop. Nehogy véletlenül beszéljék el hozzájuk, vagy nehogy véletlenül kérdezzenek, vagy nehogy véletlenül azt mondják, hogy. Nyi, nyyi, nyyi, nyyi. Tehát ezt nem értem. Miért nem lehet azt mondani, hogy most a reggeli, ebéd és vacsora az szent? Művészne, ez még visszafordítható? Nem. Vagy? Szerintem nem. Akkor hova tart? Nem tudom. Szerintem nagyon rossz irányba ilyen szempontból egyébként. És lehet ez egy esetleg javítani valamit? Én azt gondolom, hogy ez, 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 egyén felelőssége. Tehát az, hogy, hogy például saját magamnak azt mondom, hogy igenis ki tudom időnként tenni a telefont, amikor lehazaérek, szoktam azt csinálni, hogy leteszem a előszobába, és nem kapcsolom ki, mert a gyere, ha az emberek van egy gyerek, akkor nem kapcsolja ki a telefonját. De már most például eljutottam arra a szintre, és szerintem ez, ez, ez egy döntés, hogyha én hazaértem este hatkor, látom, hogy keres, majd visszajövöm holnap. Aha, tehát nincs bekódolva, hogy fölkörben a telefon. Nem, hogy most már tudok, tudok időnként nemet mondani. Tehát ki lehet kódolni? Igen. Vagy azt látom, hogy csönk, de nem foglalkozok vele. Ha mi ki tudjuk kódolni, a gyerekek miért nem tudják kigódolni? Azért, mert azt gondolják, az van feléjük közvetítve mindenféle felületen, hogyha lemaradsz, meghaltál. Nem létezel. Muszáj mindenről rögtön tudnod. Miközben mi ez a minden? Már bocsánat. És miért kellene mindenről tudnod? Igen. Egyrészt. Meg bocsánat, amit ők mindennek gondolnak, azt, hát most hadd legyek ennyire nem okos, mert inkább picit bölcsebb a koronnál fogva, hogy a világon semmiről nem maradnak le. Sőt. Sőt. De azt érzik, hogyha nem látják a nem tudom én mit, és holnap nem tudnak arról beszélni a többiekkel az udvaron, akkor olyan, mint hogyha ők egy másik bolygón élnének, és lemaradnának valamiről, és akkor ők nem léteznének. De ezt, szörnyű. Ezt majdnem minden értem, csak azt nem értem, az egyik gyerek fogja nézni az egyik műsort, a másik ezt kapja információt, és csak azt mondja el, azt nem tudja, hogy a másik igen, mit tud, hogy mit tud, És igen. ez a gond, mert hogy hú, én nem tudom azt, amit a másik, de ő se tudja azt, igen, amit te tudsz. Igen, igen. Nem itt van a hiba, hogy annyira meg akarunk felelni a Ráadásul most a információ van, nem? Sőt, nagyon sok. Mert annak idején ment a, mit tudom én, a tövis madarak, most csak mondtam ja. valamit, nem néztem egyébként, vagy a nem tudom, bármit mondhatnék, ami a Surda, vagy a nem tudom melyik sorozat, és volt két csatorna, ami inkább egy volt, mert a másik az hol volt, hol nem volt, a TV2, az akkori M2, de hogy az m mentek a műsorok. Minden. És hogyha valaki leült a TV elé, akkor nagy valószínűsége ugyanazt nézte 5 millió magyar, és másnap, mikor bementünk az iskolába, akkor ugyanarról a műsorról tudtunk beszélgetni. Ez is valami szinte összekötött bennünket. És emlékszem én például, hogy haragudtam az anyura, hogy nekem le kellett feküdnöm nyolckor. Még nyolcadikos koromban is. Persze reggel föl kellett kelni. Mert reggel hatkor föl kellett kelni. És anyu azt mondta, hogy úgy látja, hogy nekem szükségem van arra a pihenés mennyiségre ilyen tempó mellett, ami, ahogy én élek, és engem mindig nyolckor ágyba rakott, olvasni még olvashattam, úgyis elaludtam elég hamar, kilenc körül, de nem volt egy és én nagyon haragudtam, mert amikor én másnap bementem az iskolába, én nem tudtam hozzászólni a dolgokhoz. dolgokhoz. De anyu azt mondta, hogy meg kell, hogy értsd, te egy órával előbb kelsz, mint a bendi osztálytársait, hiszen vidékről ingázol. Ennek az az ára, hogy te a nyolc órás filmet nem látod. Picit haragudtam, de tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy neki ebben tökéletesen igaza volt. Mert ezért én hatkor úgy keltem reggel, mint így. Szóval boldog is lány volt? Szabálykövető kislány voltam, inkább azt mondanám, és a mai napig az vagyok, most elmondok egy példát, hogyha egy szállodába, ott lemegy egy tízfős társaság, és mindenki, ki van írva mondjuk, a, a, hogy nem lehet bemenni a medencébe, és tudom, hogy a társaságból mindig van 5-6 bra, brahiból, hogy menjünk le, és minden, ezért én belebetegszem. Hát de az van kír, hogy nem lehet belemenni este nyolctól a medencébe. És csak azért is belemennek. És ők bemennek, és engem ez például zavar. Tehát, hogy én nem tudom ezt elengedni, és nem tudom azt mondani, hogy ők, ők, én meg én vagyok, de ha mi egy társaság vagyunk, akkor engem ez például kifejezetten frusztrál, hogy miért nem lehet ezt megérteni, hogy... Vagy mondok mást. Azt kéri a művész a műpában, hogy legyenek kedvesek, rakják el a telefont, és ne fotózzanak, amíg én játszom föl tudnám rúgni, aki ennek ellenére telefonál, és fotózgat, és nem tudom. És oda tudnék hozzá menni, és azt tudnám mondani, hogy melyik szót nem értetted abból, hogy ne fotóz. Mert ha nagyon szörösen elmagyarázom, hogyha valamelyiket nem értetted, de melyiket nem értetted? Miért nem lehet ezt betartani? Ha az a szabály, akkor az a szabály. Vagy például, ha vezetek, most kaptam egy büntetést, aztán életembe a másodikat. Egy 50-es táblánál 67-tel mentem, ez 39 ezer forintomba került. De nem azért, mert én felülbírálom, és azt mondom, hogy ne, de figyelmetlen voltam, és nem lassítottam be az 50-es táblánál. De például, amikor mellém ül valaki, én nagyon szeretek vezetni, és betartom a szabályokat, mert szerintem nem véletlenül vannak egyébként kitalálva, és elkezdi mondani, hogy mennyi már, nyomjad, az vissza... áll. Én mindig azt mondom, hogy szállj koki. ki. Ja. Nyomd a saját autónak. Szerintem itt 130-al lehet menni, akkor én 130-al megyek. Ha. Tehát én inkább azt mondanám, hogy szabálykövető lány vagyok. Én is megbolondultam egy picit, ilyen 20 év körül, tehát akkor, mit tudom én, anyám azt mondta, hogy valóban nem mehetek el, és akkor azt mondtam, hogy elmegyek, ilyeneket csináltam. De alapvetően jó gyerek voltam, nem volt velem, voltak velem is tehát voltak nekem is eseteim, félét és mint minden tínédzsernek, meg fiatalkorúnak, de, de nem, de, nem, úgy nem bolondultam meg, hogy szerintem azt én látom a saját gyerekemen is, hogy neki is volt egy nehéz periódusa, hogy azt az öregek mindig azt mondták, hogy nyugi, mert vissza fogod kapni a normális gyerekedet. Megbolondul, aztán majd elmúlnak a hormonok, és, rendbe és rendbe jön. És szerintem nagyjából én is, tehát nem volt semmi extra, anyámnak is kellett néha küzdenie, de, nem, de annyira nem voltam rossz gyerek. Tehát szabálykövető volt, és Igen. Nem, nem rossz gyerek, és ha tinédzserekről beszélünk, az ön tinédzserkora és a mai tinédzserek mennyiben hasonlítanak, betérnek térnek el egymástól? Nyilván ugyanazok a problémáink voltak nekünk is, mint nekik, de én azt látom a legnagyobb különbségnek, hogy én szentesen voltam tínédzser zömében, ugye ott voltam gimnazista, és De egy csodátos négy évet eltöltöttem ott, hogy ha nekünk volt valami problémánk, akkor azt mi egymás között meg tudtuk beszélni. Ugye kollégisták voltunk. És ott is voltak problémák, meg ott is voltak megoldandó feladatok, meg, meg ott is volt, hogy valaki, valakinek rosszabb periódusa volt, és akkor átsegítettük rajta. Azt látom a legnagyobb problémának a mai fiataloknál, hogy szegényeknek olyan képet mutat a média, és próbálnak annak megfelelni, aminek nem lehet megfelelni. Mert az a vagy tehát az, az hogy nézek, tehát kinyit az ember egy hírfolyamot a Instagramon, ugye a fiatalok inkább ott vannak, Igen. nem a Facebookon, vagy a TikTokon olyan fotókat raknak ki magukról, a kislányok 20 évesen filterezik, kihúzzák, még picis minket rádobnak, nem tudom, és azt mutatják ezek az influencerek, a mai 10-20 éveseknek, hogy egy 20 éves lány így néz ki. Most mondok egy példát. Van a környezetemben jó pár olyan lány, aki nagyon komoly szépségként van elkönyvelve fiatalok. Sok a követőjük. Nézzük őket. Most azt üzenném a velük egykorú lányoknak, akik ettől frusztráltan otthon ülnek, hogy ők nem olyan szépek. Ezek a lányok se olyan szépek, mint amilyen szépek ezeken a fotókon. Egyszerűen nagyon szépek, de egy jó smink, egy jó beállítás, egy jó szög. Tehát a technika. Egy jó fény, meg még sorol egy jó frizura, azért csodákra képes. Tehát tessék szes lenni, nem elhinni, hogy ők, amikor reggel fölkennek, akkor így néznek ki. Mert én néha ülök mellettük a sminkszobában, egy televíziós műsor kapcsán, egy színházi műsor kapcsán, látom, hogy hogy néznek ki. Nagyon szépek, félretesben De nem tökéletesek. És azt az a baj, hogy nagyon sok poszt, azt ö, próbálja meg elhitetni az átlag tínédzserekkel, hogyha nincs ilyen derekad, meg nincs ilyen dekoltázsod, meg nincs ilyen ö, hajad, meg nincs ilyen körmöd, meg nincs ilyen nem tudom mit, és senki nem beszél arról, hogy ha nincs olyan agyad, ha nincs olyan szíved, ha nincs olyan rálátásod, tapasztalatod, Tudásod? Ezekről valami nem beszélünk mostanában. Tehát mondjam azt, hogy azt a pillanti csodát látják csak Igen. akkor? Nem szexi az, hogy valakinek agya van. Nem szexi az, hogy valaki bejárja egy hátizsákkal ö, Törökországot. Az a szexi, hogy egy luxusszállodában a medencepartról pózolva fotózza magát. Az a szexi. Miközben szerintem meg nem. Ha a hátizsákról beszéltünk... Mit kapott ön a hátizsákjában otthonról és a Szentesi Gimnáziumból, ahol irodalmi drámai tagazatom volt, és azt mondja, hogy nagyon sokat adott önnek oh, a Szentesi Gimnázium. Nagyon sokat. Mit adott önnek valójában? Hát Innen? először is a legfontosabb, amit négy év alatt ott megtanultunk, hogy lehet saját véleményünk, és azt el is szabad mondani. És akkor is el szabad mondani, ha adott esetben nincs igazunk. És akkor is el szabad mondani, hogyha az nem egyezik a többség véleményével. Ez például nagyon fontos. Ö, azt, ta, azt adta, hogy most mondok egy konkrét példát, hogy ami magyar órán Adi Endre, elbocsátó szép üzenetéről nem ugyanazt gondoltuk, mint a mi magyar tanárnőnk, hanem nekünk mást jelentett a vers. Vagy nem ugyanazt gondoltuk, mint ami a tankönyvben volt írva. Mert nekünk mást jelentett a vers. Más ö, más húrokat pengetett? pengetett meg bennünk. Akkor az egy ugyanolyan vélemény lehetett, és ugyanúgy megállt a lábán, mint, mint, az, ha valaki egyetértette azzal, amit a tankönyvben olvasott, és azt mondjuk, hogy megt szépen megtanulta, és azt írta le egy dolgozatnál, vagy azt mondta el egy felelésnél. Egyszerűen megtanítottak bennünket gondolkodni. Mert a vélemény Szabad. Az nem szabad, és nem azt jelenti, hogy ez igazam, mondom, Így van. a saját véleményem, az adiverse is. Hát a tanárnak egész más lehetett. Más lehetett mert a máskor, máshol tartott. Máshol tartott. Persze, ő akkor volt 50 éves, mi akkor voltunk 16 évesek. És egész másképp értékelték. Persze, nekem én arra emlékszem például en, 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 konkrétan ennek a versnek kapcsán megvan a, a pillanat, megvan, hogy elolvastam, és olyan szinten ütött szíven, hogy legszívesebben, ha Adi élt volna, akkor oda volna, és folytogattam volna, és azt mondtam volna neki, hogy a torkodon ugrálok, vond vissza, amit mondtál. Egyszerűen annyira, engem kihozott a sodromból és életem egyik legnőbb vers, vers élménye volt ez a, ez a pillanat, amikor, vagy ez a pár perc, vagy amit ez okozott bennem, vagy, vagy, vagy tehát volt olyan, aki nem annyira érintett meg, de nem ez alapján lettünk osztályozva, hogy akkor te ötöst kapsz, mert azt gondolod, ami a vele van írva. Te meg egyest kapsz, Erika, mert te, neked az a véleményed, hogy, hogy egyszerűen Adi megőrült, és és pont akkor írta. És pont akkor írta, most csak mondtam valami butaságot. Tehát én mondhattam azt, hogy hogy ez egy, ez egy őrült zseni gondolata, aki valószínűleg a mai napig halálosan szerelmes a lédába, de egy kisgyerek dühével írja meg ezt a verset. Ez egy ugyanolyan vélemény volt, vagy felelet volt, mint az, hogy Adi Endre ezt a versét ekkor és ekkor írta, ezt és ezt gondolta, ezt és ezt mondta. Tehát, hogy ez fantasztikus volt, hogy ez nem volt tankönyvhöz kötve a mi tudásunk, hanem nekünk lehetett, meg kellett tanulni, amit meg kellett tanulni, félértés ne de lehetett saját véleményünk. Gondolhatta azt bárki, most csak mondok valamit, hogy szerinte Vörös Marti Mihály nem olyan jó költő, mint József Attila. És ezért nem kapott rossz jegyet. Mert ha ő el tudta mondani, hogy miért, akkor ez egy ugyanolyan felelet volt, mint az, hogy Vörös Marti Mihály milyen csodálatos. Mondhattuk azt, hogy hát nekünk már a, a Janusz Pannonius, lehet, hogy a magá korába óriási költő volt, de ez kérj, hát már ez már ne már arra de jókait itt már megőrülünk. Jó, tudjuk el kell olvasni, de hát megőrülünk a nyelvezetétől. Be. És ettől mi nem kaptunk rossz jegyet. Tehát elismerték a véleményt is. Így van, így van. Sőt, bíztattak bennünket arra, hogy gondolkodjunk, és legyen saját véleményünk. Sajnos a kivétel legközé sorolandó annak, akinek ma van véleménye. Vagy elmeri mondani. Mondani. Igen. Inkább azt látom, hogy mindenkinek van véleménye, és leginkább azok merik elmondani, akiknek nem kéne elmondaniuk. Tehát, hogy most ez a, ez a Facebook, ez mindenkit professzorrá tett. Minden témakörben. Professzor lett az ország vírusügyben, professzor lett az ország foci ügyben, professzor lett az ország tehetségkutató ügyben, professzor lett az ország, majd ők megmondják, hogy a művészek hova menjenek és mit csináljanak. Tehát, hogy mindenki professzor lett, és mindenki le is írja, és meg is mondja, és halál boldog tőle, hogy ő most megmondta csak egy a gond ezzel, és meg is majd arról győződ, hogy ő neki ez, ez a, igaza ez, van. Ez igaza van, persze. Ez a legnagyobb És jó amikor ö, néha veszem a fáradtságot, mert egyébként elengedem ezeket, és nem foglalkozom vele, de múltkor például egy kolléganőmmel összevesztem, ha lehet ilyet mondani, nem nagyon, csak úgy. Ö, azt találtam mondani, hogy én nagyon sok focit nézek, és ö, bont előadásom volt a, a, az utolsó meccs, ami három egy lett ugye alatt, de a Dominó gyilkosek című eladásban az első felvonásban játszom csak, ezért tudtam nézni a pont a második fél időt. És hát a lényeget, hogy úgy mondjam, hát hiszen akkor volt a lényeg a, a három gól, és extázisban euh, voltam, nagyon örültem neki, és akkor azt találtam mondani egy kolléganőm, hogy jaj, ha adjuk meg ezt a magyar focit, és hogy nem tudnak semmit, és így izé, mondom, nézel focit! Nem válaszol. Mondom, néz nézel focit? Nem válaszol. Mondom, válaszolj már, mondom, ezek szerint akkor nézel focit. Nem, ő nem néz focit. De mondom, ne haragudj, mert tényleg nem akarnak megbántani. De én, de hogy te miért mond? És így mondott ilyen kijelentéseket, tett, hogy a magyar foci hol tart, és izé, és nem tudom, De mondom, kijutottunk az Európa bajnokság. Jó, igen, egy, egy ilyen nem létező csapat ellen, mint a Montenegró. Mondom, ez is a Montenegró nem egy nem létező csapat. Másrészt nem azért jutottunk ki, mert a Montenegrót megvertük három egyre, hanem azért, mert előtte például a szerbeket oda-vissza meg megvertük. Pontosan. Hát és az is mi ez a szerb? A szerb válogatott? Hát mert mindegyik egy világsztár kis túlzással. Hát a szériát ők töltik föl. Pontos, Jó részt, így. tehát mondom, miről beszélsz? És ezt például nagyon ki tud hozni a sodromból, és tudom, hogy ilyenkor nem is vagyok jó fej. Tehát nagyon olyan tudok menni, hogy, hogy, hogy nem mondjunk már olyasmit, ami, ami, amihez semmi tudásunk nincs. És főleg akkor, amikor siker van. Igen, és nem tudunk örülni. Hát ebbe belehalok. Az egyik fele az országnak az vagy, na mi van, mi van, azért, akik eddig károktatok. Na most, akkor azt mondjátok, hogy mi van, hiszen tovább ilyetetek szigorúan politikai oldalon felosztva, tehát ettől rosszul Igen. vagyok. Tehát nem, a, nem az van, hogy én szeretem a focit, te meg. Téged meg nem érdekel a foci, mert nem azt mondjuk, hogy már nem szereted, azt tudod, hogy mi az. Mondd azt, ja. hogy téged nem érdekel a foci. Én ezt abszolút elfogadom. Ugye, akiket érdekel a foci, egy bizonyos része azt mondja, hogy akkor most tessék, akkor most, ha, 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 A másik oldal meg azt mondja, hogy jaj, nehogy már örüljek annak, hogy a, a kijutottunk az ebére egy ilyen izé nem létező csapatban. Jaj, jaj miért nem lehet azt mondani, hogy én ugyan nem nézem a focit, nem is érdekel, ki jutott a magyar válogatott az Európa-bajnokságra? Jaj, de jó, hurrá, örüljünk, és kicsit kovácsolódjunk már össze, és például ajnározzuk ezt a fiút, akit úgy hívnak, hogy Szoboszlai Dominik, aki eljutott a világ tetejére. Azt szoktam mondani, azt hogy a Dominik, Liverpoolban játszik, az akkora dolog, mintha engem holnap egy Marvel film főszerepére kérnének föl. Ennek pont ugyanennyi az esélye. És ő megcsinálta. Ez egy csoda. És nem tudunk körülni. Nem tudunk körülni. Ha már a focinál tartunk, ez a beszélgetés mindig úgy zajlik le, hogy nincsenek annyi olyan manténelek, hogy menjünk a program szerint, ahogyan igen. jön a beszélgetés, hozza magát, hát, nyilván, és akkor most a foci. Igen. Ezek szerint látom, hogy nagyon is szereti a Sőt, szeretem. előbb említette, hogy gyerekkorán meg focizott is Fociztam, persze, fociztam. Apám másodos szájú focista volt, ez Egerben, és utána Eger Csehiben is. Utána foglalkozott gyerekekkel, de egy idő után megtiltotta, hogy focizzak, mert én a fiúkkal fociztam. reggel kis túlzásra egy hétvégente, meg nyaranta. És amikor kezdtem csajosodni, akkor nagyon fél, tehát, hogy nagy a mellemet, Igen. vagy mit tudom én, tehát, hogy valami nehogy bajom essen. Pedig a fiúk úgy vigyáztak rám, mint a hímes tojásra, de értem, nem, nem, akkor már úgy mondta, hogy légyes, ne ne a fiúkkal. De annyira megszerettem a focit, ő mellette, aki értette is a focit. Tehát úgy kezdtem el focit nézni, hogy tudtam Kérdezni. Tehát tudtam kérdezni, hogy mi az, hogy les, mi az, hogy szöglet, mi az, hogy tizenegyes, mi az, hogy előnyszabály, mi az, hogy. Nem, tehát hogy úgy tehát tudom, alapokkal. Alapokkal, tehát az apu abszolút megismertetett ezekkel a dolgokkal. És én ezt hiszem, hogy mindent sokkal jobban tudunk élvezni, ha tudjuk, hogy mi az. Tehát ha ismerjük a dolgot, akkor nyilván élvezetesebb nézni. Én például. Azért nem tudom sajnos nézni az amerikai focit, pedig szívesen megnéznék egy egy Super Bowl-t, vagy valamit, vagy egy-egy meccset a végén. Én nem vagyok tisztában a szabályokkal, és úgy sajnos nem annyira élvezetes a játék. Pedig tudom, hogy ez egy nagyon komoly stratégiai sport, és érdekelne is, ha nem is olyan szinten, mint a, 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 a mi általunk futballnak volt Futball? Száker, ahogy ők hívják. De, de de az, hogy a, a focival kapcsolatban viszont minden szabályt ismerek, és értem is, hogy miért történnek a pályán azok a dolgok, amik történnek, sokkal ö, inkább bele tudom magamászni. Tehát én például hallgat, nem csak meccset nézek, hanem van egy-két kedvenc műsorom, amit mindig megnézek minden héten. Az egyik például a heti helyzet, ott elég sok ö, focival kapcsolatos dolog van. Megnézem a, a csillagok közt, az is egy ilyen összefoglaló műsor. De belenézek a, időnként a, a, az összefoglalókba. Ugye én Barcelona szurkoló vagyok, de nézem én a, is. most már néznem Vagy kell. Is. Igen, most már nézni kell ugye a, a, egy kicsit az angol bajnokságot is a Dominik miatt. Hát értelemszerűen az ember azért csak belenéz a Liverpool meccsekbe. Úgyhogy ö, tényleg most lesz hétvégén Liverpool-Manchester, Manchester, ugye? Igen. Úgyhogy azt például mindenképpen meg kell nézni. És akkor nézek néha összefoglalókat, hogy mégis hol tart a... Ha nem tudok nézni rendesen meccset, mert annyira sok az előadás, akkor az összefoglalókat mindig megnézem, fontosabb meccseket fölveszem, és akkor azért abban úgy belenézegetek. De engem ez teljesen, ez tökre jól kikapcsol. Főzőcskézek, és közben rajta tartom a szemem a BLN, és erről van egy nagyon édes történetem le kell mindig adnunk a színházakban a ráérésünket, ugye, mert a játékszín, ahol én zömében játszom, az egy befogadó színház, tehát ott nincs társulat, és emiatt egyeztetnek. Tehát nem az van, hogy én oda vagyok szerződve, és akkor én meg tudom utólag, hogy miben játszom, hanem mindig megkérdezik, hogy van-e elfoglaltságom egyéni fellépés, vagy más színházba, és akkor megy az egyeztetés. És Többek között a Rózsavölgyi Szalomban is játszottam két előadásban is hosszú évekig, és kérdezte az ott, ottani művészeti titkár, hogy adjam már er le a nem tudom, januári, vagy februári, vagy nem tudom, szeptemberi ráélésemet. És azt tűnt föl neki, hogy minden második héten a két az így kihúzva. Aha. Erika. Erika! Mi van ott Ketszerdánként? Nincs semmi. Erika, BL meccsek vannak de Igen, elmészte a francba, és kiúzta. Hát persze, mert az ember szeret, hát olyankor menek a sok meccs, és akkor ahol lemaradok, de hát fölveszem a fontosabb meccseket, és akkor az összefoglalót meg mindig megnézem. Tehát végül is képbe vagyok, csak azt annyira szeretem, amikor otthon vagyok BL kedden vagy szerdán, akkor fölteszek egy húslevest mondjuk, például az pötyög, igen. azzal ugye betelítődik az egész lakás az illattal, igen, és akkor rájárok a kis zöldségeket, így eszegetem a leve, levével, nem tudom én, és akkor közben jó illat van a lakásba és közben nézem a meccseket, imádom, és nekem társaság se kell hozzá. Egyedül is jó. Igen, azért is jobb egyedül nézni meccset időnként, mert akkor nem beszél senki hülyeségeket, meg nem vonja el a figyelmet, mert akkor tényleg a meccset nézem. Amikor már van egy társaság, akkor már azért mindenki okoskodik, mondja magáét, nem feltétlenül látom. És hát ugye van a másik féle meccsnézés a, a, helyszínen, ott néz az ember szerintem a legkevésbé meccset. Én kim voltam a Sevilla Rómán, a eldöntőn, és egyedül voltam egy darabig, aztán a Szente vagy barátommal találkoztunk a második fél mert ő is kért, és ott azt vettem észre, hogy nem a meccset nézem, hanem a Róma tábor szélén voltam, ott volt oda szólt a jegyem, és azzal voltam elfoglalva, hogy mondjuk egy ezer ember egyszerre énekel, ugrál, szurkol, és így így néztem, elképesztő hangulat volt. A koreográfiát figyelte inkább. Elképesztő, volt. Az volt a megfoglalva, hogy ezek mit művelnek ott a, a hogy, hogy mikor gól öröm, meg kimaradt helyzet, meg ja. Jelent, hogy, hogy félszem a becsen rajta, hogy egy egy rossz meccs Nem, ja. nem sajnáltam, hogy nem láttam, de ezek olyan hangulatot csináltak, kicsit távolabb volt tőlem a személye, szerintem azok is körülbelül ugyanez volt, csak az távol volt tőlem, de innen pár méterről test közelből. Test közelből átélni, az elképesztő volt. Elképesztő volt. Tudjuk, hogy Barcelona szurkoló, és a magyar csapatok közül kinek szurkoló? A gyereként ö, nyilván ö, a Fradi volt akkor nagyon a menő, meg az Újpest, és emlékszem, hogy én, ne, én talán a Nyilasi miatt fradista voltam, és apa, apu ö, a törőcsik miatt meg, meg Újpest. Újpest. szurkoló volt. És de igazából magyar csapathoz sose kötöttem annyira, és amikor a magyar foci leépült a 80-as évek végétől, teljesen elveszítettem az érdeklődésemet. És igazság szerint ez így is maradt. Tehát a magyar válogatott meccseit nézem, pláne most már, hogy érdemes is, egy pár éve, és azért lettem Barcelona szurkoló, mert egyrészt a Ronaldinho az... Az hatalmas. Kegyetlen. És hát a Messi. És megmondom őszintén, hogy most nagyon gondolkodom, hogy, hogy, van egy bizonyos tévé, ami közvetíti a Inter Miami -nak a meccseit, és ugye arra elő fogok fizetni, mert most egyelőre csak telefonon nézem a, a hollywoodi sikersztorit, amit Messi odakint produkál de azt mondom, hogy milyen csodálatos pályafutás, hogy egy csapatnál lehúz megszámlálhatatlan évet, sajnos átmegy az utolsó két évére a, 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 a Paris saint nem, nem tud mit csinálni, Igen. el kell menni a Barcelonából, de ez milyen szép lez, lezárása egy ekkora fantasztikus karriernek, hogy tulajdonképpen szakad meg, nyilván megszakad, de hogy nem úgy, mint mondjuk egy, 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 egy spanyol bajnokságban, vagy pláne a Premier nem, ahol ami iszonyatosan brusztolós liga, hanem hogy el tud menni egyrészt egy olyan környezetbe, ahol a családja jól érzi magát. Tehát nem kell elmenni a Szaudarábiába. Hanem egy hasonló kultúrájú országba megy, beszélik a nyelvet, hiszen ugye mindenki beszél spanyolul Floridában, a gyereket nyilván meg fognak tanulni perceken belül angolul, tehát ez szerintem ez egy, nem egy rossz deal. a családnak sem. Ott vannak a bekemék, 8 millió világsztár, hát olyan meccsek mennek, hogy ugye, hogy visszanézem, a Serena Williams-től kezdve a Shaquille O'Neal-en nem tudom, mindenki ott van és nézi a, a, a messzit, mikor Los Angelesbe játszottak, akkor az összes filmsztár ott ült a, a lelátón, és drukkolt, hogy egy kis csapatnak az életébe bejön egy ekkora világsztár, és fölböydítje, de nem csak annak a csapatnak, az egész ligának az életét, és azt nyilatkozza az Antan Griezmann, hogy ő ott akar levezetni majd X év múlva, és megy a bekemhez, a Messi után, és ő is így szeretné befe befejezni a pályafutását. Szerintem ez csodálatos. És rugdossal szernél szebb gólokat, ami örömünkre. Pontosan, és érdemes nézni azt a Érdemes is. nézni, igen. Jó, foci. Menjünk vissza még Szentesre. Jó. Mert olyan osztálytársai voltak, mint Alföldi Robert, Börcsök, Tibor, Kerekes Vica. Igen, igen, igen. Mai napig barátságban vagyunk. Persze, abszolút, abszolút. Ö, a, a, ugye sajnos az Enik a Börcsök meghalt nem olyan régen. Igen. Ugye ő a Vikszínháznak volt a színésznője, fájóan fiatalon elment. De, de a darabi valamely napig tartjuk a kapcsolatot, és nagyon, nagyon jó barátságot ápolunk. A legutóbbi közös projektünk, hogy Szentesről, Nyári Krisztián, aki iskolatársunk volt, ő nem osztálytársunk, hanem iskolatársunk volt, onnan hozatjuk a zöldséget. Egy bio, van egy iskolatársunk, aki biokertész lett, és konkrétan csinált egy jurtában él kint, ezzel foglalkozik, és van vagy. 20 féle paradicsom, paprika, de tényleg, tehát a paradicsomból a ekkorától az ekkoráig, a pirostól a feketéig, a narancssárga, a zöld, a kék, a lila, tehát elképesztő kavalkád, és onnan hozatjuk a paradicsomot. És akkor a Robi paradicsomlevet csinál szószt, marinált paprikát, izért nem tudom én mit. A lecsót nem szereti, mi a Krisztiánnal nagy lecsósok vagyunk, abban elég sokat. Paradicsom szósz, paradicsom levesnek való, én is ilyeneket csinálok, és én most életemben először a sült paprikát is megcsináltam, és akkor van egy csodálatos, szoktuk mondani, Jason teremünk, a szállító. A vásárhelyi ági, aki lent él még mindig szentesen, iskolatásunk, de két hetente, hetente jön föl Budapestre, dolgozni. És egy akkora autóval jön, mert nekik ilyen ö, kandalló üzletük van, lent szentesen, foglalkoznak, és ezért elég nagy autóval közlekedik mindig. És hordja kandalókat? És a, kandallókat, amikor akkor nem hoz Budapestre, ellenben hozza a láda paradicsomokat. És akkor megérkezik a egyik tv stúdió elé, mert oda megy dolgozni, ott kipakoljuk ezeket az ö, a ládákat, a Robin nem vezet, neki nincs autója. Mi a Krisztiánnal megszálljuk, az övét is elviszük házhoz, és akkor földolgozzuk. Úgyhogy most ez a legnagyobb projektünk, a Szentesi Mafia hozza Szentesről a paradicsompaprikát, és földolgozza. Isteni. Szeret főzni? Nagyon, nagyon. Igénylem is. Tehát, ha, ha elmúlik néhány nap, amikor nem tudok főzni, akkor érzi a gyomrom. Mert akkor nyilván az ember nem olyan teszik, amit, amit szokott. Én, én nagyon koszt hívő vagyok, megkockáztatom, hogy szerintem nem az a fontos, hogy salátán éljünk, hanem az a fontos, hogy organikus élelmiszert tegyünk. És ez lehet egy jó kenyér, ez lehet egy jó hús, ez lehet egy akár. Tehát, hogy az a minőségre tegyük a hangsúlyt. Mert én szerintem az, hogyha valaki fölpumpált, rossz zöldségekből eszik minden nap salátát, az semmivel nem egészségesebb, mint sőt. Desz, sőt. De ha valaki egy minőségi lisztből süt egy jó félbarna kenyeret, és egyébként csinál hozzá egy paprikakrémet, vagy egy padlizsánkrémet, és egyébként a szomszédból tud hozzá venni egy kis disznóságot, az sokkal egészségesebb, mint a nem tudom én honnan beszerzett tohal, a nem tudom én milyen salátával. Lehet, hogy kevesebb kalória, de egészségtelenebb. És mi az, amit legjobban szeret főzni? Hát ami mindig van télen-nyáron, az nálunk alapélelmiszer a húsleves. Nagyon sok zöldséggel, én úgy szoktam csinálni, hogy főrakom, attól függ, hogy milyen húsból csinálom, tehát nagyon sok, tehát én csinálom csirkéből is, gyöngtyúkból is, marhából is, disznóból is, tehát mindenféle húsleves van nálunk. Nyilván leggyakrabban a, a csirkéből csinálom, abból vásárolok minőségi tanyasi csirkét, és annak van egy gyönyörű sárga színe. Gyöngyözik. Igen, gyöngyözik, és akkor úgy szoktuk mondani, hogy petyektetem, hogy így pötyög a, a húsleves, és akkor főrakom, lehabozom, az szigorúan az muszáj, hogy ne legyen zavaros a, 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 a húslevesünk, és akkor teszek bele sok répa, répa, zeller, fehérépának a petrezselyme, plusz a, a, a zellernek a zöldje, akkor teszek bele egy fél hagymát, egy fél paradicsomot, egy fél paprikát, ha van, ha nincs, az se baj, de mondjuk, ha van, vagy szóval, hogyha van otthon például hagymám, akkor annak a zöld részét teszem bele, az olyan szép szint ad neki, akkor teszek bele két szem krumplit, azt mi nagyon szeretjük, de ha van otthon egy, ö, egy karalábé vagy, vagy ö, valami olyan zöldség, ami még semmi baja nem lesz tőle a levesnek, és akkor ezt szépen így befedem vele a levest tulajdonképpen a zöldségekkel, a hús alul szépen melegszik, egy ilyen teszek rá egy fedőt, és pötyögtetem, attól függően, hogy milyen húsból főzöm, két, három, négy, öt órát. Nyilván a marhahúsnak kell a legtöbb idő. És akkor ez pötyög, ez ez szerintem mindenre jó. Ez egy gyógyszer is, a jó húsleves. Ha minőségi alapanyagokból van, akkor ez egy gyógyszer. De egyébként nagyon sokszor csinálunk főzeléket, én azt nagyon szeretem. Szigorúan növényi tejjel dolgozom már, mert azt látom, hogy nincsen laktózérzékenységem. De, de minél kevesebb tejterméket fogyasztunk ebben a korban, szerintem már annál jobb. És remek. Most már tényleg nagyon jó növényi dolgok vannak, úgyhogy ha csak lehet, abból csinálok főzeléket, és saját magával sűrítem, tehát nem disztes, habarásos, nem tudom én mint. És ezen kívül hát nagyon sokszor van, tehát minél több zöldséget próbálok bevinni az étkezésbe. Tehát most is lefőztem nagyon sok lecsót, paradicsomlevet, szószt. Tehát, hogy igyekszem olyat főzni, amiben... És télen most leszoktattam magam arról, hogy zöldséget, vegyek, gyümölcsöt vegyek, ami, ami, ilyen semmi értelme, zöldséggyümölcs. Tehát egy olyan Abszolút. paradicsom, aminek Nincs íze, csak milliókat kifizet az ember, akkor inkább most például a héten pa, ö, fogok taposni ö, ö, káposztát, a töltött káposztához, klasszikusan? Igen. Ö, mert összesen lehet hasonlítani az ízt egyébként, azzal, amit tud az ember adni ö, a saját káposztájával, vagy ha vesz egyet a pia akár a piacon. Nem. Tehát a saját készítés az mindig. Az mindig a saját. Az mindig sokkal jobb. Meg csalamátét fogok még csinálni gyorsan. Télire még. Lesz rá ideje? Nincs, de az ember szerintem, ha akar, ő, talál, akar, akkor talál. Biztos talál rá. Igen, szerintem is. Jó, jártunk Egercsei jártunk Szentesen, és aztán jött a filmművészeti, a prózai szak. Ezt kezdem nem érteni, mert az énekembe valahol kódolvásája jön a próza. Én színésznő akartam lenni, aki majd időnként énekel. És arra gondoltam, hogy én prózai színésznő leszek, aki majd lesznek darabok, amikben adott esetben zenés darabok, amikben majd énekelni is fogok. És hálás vagyok, hogy így döntöttem, mert a mai napig egyébként nagyon sokat játszom prózai előadásban, és most is, ha összeszámolom, akkor a kőszívűbe egy picit énekelek, ott is inkább a próza dominál a dominógyilkosság prózai előadás, az aranylakadalom prózai előadás, értemszerűen a menopauza az, 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 az egyik sikerdarabja a játékszínek, az ott nagyon sokat énekelek, de például a, 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 még egyszer mondom, hogy hiába két műzikel a, a puskás és a kőszívű, a vajk nekem mind a kettőbe egy, egyébként egy prózai szerepet írt. Most játszom Kecskeméten két előadásban, az egyik egy meseautó, a másik pedig a Luxemburg grófja, és mind a kettőben nagyjából három sort énekelek. És nekem ezzel a világon semmi bajom nincs. Szokták mondani, tehát itt egy nára Jerika is nem énekel. Nem kell nekem mindig énekelni. Énekelek én eleget, meg énekeltem már én eleget, úgyhogy nem baj, hogyha én nagyon szeretek prózát játszani. Úgyhogy ezzel nekem nincsen bajom. Tehát nincs ezzel bajom. Semmi a világon. Sőt, Osztályfőnökök, színetár Miklós Igen. és Lénár Péter. Igen. Milyenek voltak Ö, ők? Úgy volt, hogy még volt egy Félix László is, ő egy tévérendező volt, a színetár mellett valamiért, egyébként senki más mellett, mindenki mellett csak egy tanár volt, ő mellette kettő volt, a Lénár Péter és a, a, a Félix László. Ugye Lénár Péter a későbbi József Attila színházi közgatója volt, színházi rendező, Ö, a Félix László pedig egy, egy televíziós rendező volt színáltár tanár lát pedig szerintem nem kell senkinek bemutatnia. Ö, én megmondom őszintén, hogy nekem a, a, négy fantasztikus szentes év után nekem nem volt reveláció a főiskola. Tehát, hogy én ott egy picit hitahagyott lettem a pályát illetően, tehát ö, annyira, Annyit adott a szentes, igen, hogy ott igen, már hidáltat. Igen, ötlet? igen, igen, igen. Szerintem ez törvényszerű volt, hogyha van egy ilyen fantasztikus négy év, igen. akkor utána egy picit az ember nem biztos, hogy rögtön megtalálja magát a következő helyet. Ezt már nem tud ugorni szinte gyorsan. Igen, igen. igen Valamilyen lehetett? Igen, igen. De vannak szép emlékeim a főiskoláról, ez nem azt jelenti, hogy nincsenek, de nem, nem úgy jut eszembe a főiskola, hogy Istenem életem legszebb negyedéve volt, mert nem, az szentes volt. Nekem az szentes volt. Már a tehetség, hogy gyermekkorában megmutatkozott, Ön azt mondta, hogy hamarabb tudtam énekelni, én beszélni. Igen, igen. Hogy volt ez a énekelés és a beszél? Úgy, vala, azt mondják, van valami szakszó, azt mondják, hogy a, az a gyerek, aki nem beszél, és egyszer csak úgy szólal meg, hogy már nem ő, í, az, í, hanem rögtön beszél. Na, ez voltam én, de már mielőtt megszólaltam volna és beszéltem volna, már dalokat már énekeltem. De nem lehetett velem beszélgetni. De lehetett, csak azt mondja az anyu, hogy mindent értettem, de én maximum azt mondtam, hogy mm, mm -hmm, mm -hmm, Mm, ennyi volt. És egyszer vittek orvoshoz, hogy a gyerek, itt van valami gáz, és akkor az orvos mondta, hogy nem, nem, ne, semmi baj nincs, nyugodjanak meg, fog beszélni a gyerek. És egyszer csak kedről szerdára, anya, azt akarom tőled megkérdezni, hogy prrrr, na és onnantól kezdve vissza 0-24-ben, amíg ébren voltam, beszéltem. Úgyhogy ez elég hamar megoldódott de való igaz, hogy a, a muzikalitásom nagyon hamar kiderült, és ezt először az ovónénik vették észre, meg az angol kisasszonyok. asszonyok. nagyanyám előszeretettel hordott templomba, mert ez akkoriban nem volt nagy divat, de ő ezzel nem nagyon foglalkozott, ő ment és, és vitt és Divat részt. nem, divat mentünk. Ő, így van. Hát most hogy lehet megmagyarázni egy, hogy is született a nagymama? A 47-es volt anyám, akkor a, a nagymama azt hiszem 900 hármas volt. De most hogy lehet megmagyarázni egy 50 éves asszonynak, aki addig az egész életét vallásosként élte? Vagy jöttek a nem vallásosok, és akkor azt mondták neki, hogy Ágyi. Így szóval, ne tessék menni a templomba. Hát ott, ott ezt nem lehet, ott, ott mentek, ott az öreg asszonyok mentek. Olyan nem volt, hogy nem. Olyan nem volt, hogy nem mentek. Hát ott úgy vértek a jó Istentől, hogy, Hát bele is haltak volna, ha nem mehettek volna, vagy ha nem, nem, marad az életük része a, 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 ez, hogy ők templomba járnak. Ez itt is így volt, anyám olyan nincs, hogy nem Persze. Menjük. Sőt, hát a reggeli misétől kezdve hát mind ott volt menni, mert, mert hát oda muszáj volt muszáj menni. menni. Az az ő lelki békéjükhöz hozzátartozott, és vitt engem is, és, és akkor ott az angol kisasszonyok elég hamar észrevették, hogy én nagyon muzikális vagyok, és akkor vittek mindenféle rendezvényre énekelni. Az összes első áldozónak, nem tudom, én, nekek én, én ott énekeltem a, állítólag a, a különböző rendezvényén, igen? úgyhogy igen. Hát aztán közben jött a Jazz Korszak, Ferenc Akadémia. Igen. Ezt is elvégezte. Ö, ott meg az volt, hogy a főiskola után én valahogy azt éreztem, hogy kiégtem, és nem akarok színésznő lenni, nem, nem érdekel ez az egész és lett egy zenekarom, akikkel elkezdtem énekelni, és ők már akkor odaértek a tanszakra. És akkor kérdezték, hogy nem akarsz te is oda járni? Jó, járjunk oda. És akkor felvételiztem, ők segítettek a előkészületekben, tehát átvették velem a, a, a zenelmélet részt, hogy mit, mit kérdezhetnek ott. A gyakorlati részből elég jól láttam, mert akkor már egy egy-két éve énekeltem ezzel a zenekarral, vagy egy éve nagyon sok klub, klubkoncertünk volt, de tényleg ilyen heti, vagy havi szinten 20-25-30, tehát nagyon sokat énekeltem. Addigra már lett egy gyakorlatom, és volt egy óriási repertoárom, úgyhogy én bár oda úgy mentem, hogy nem akkor énekeltem el életemben először a, nem tudom, a Fly Me to the Moon, hanem előtte már 4 milliószor énekeltem, Úgyhogy föl is vettek, és akkor így, így ö, végeztem el a, a Just 92-96-ig jártam a Liszt Még a zenekar mindig létezik? Olyan szempontból igen, hogy az ottani barátságok ö, megmaradtak, és nekem van egy alapzenekarom, egy zongora basszusgitárdob, és azt szoktuk fölfejleszteni, vagy leredukálni egy zongorára, attól függően, hogy mi az igény. Tehát ha van egy olyan koncert, ahova kell mondjuk hat zenész, akkor tudom, hogy kikhez nyúlok. Aha. Tehát pontosan tudom, hogy abban, ami fej van ki a legjobb, hiszen közöttük nőttem föl, oda jártam, nagyon szoros a barátság, tudom őket abszolút Mobilizálni. mobilizálni, ha arról van szó. Szóval, ha csak egy zongora akkor tudom, hogy kik azok a zongoristák, ha az enyém nem ér rá kit, kit szabad hívni, mert ő biztos, hogy ugyanolyan a színvonalon megoldja meg ugya a, a, a dolgot. Tehát ez életem egyik legjobb döntése volt, hogy hogy én elvégeztem azt a főiskolát. Előbb az a szót, hogy kiégés. Létezik kiégés? Abszolút. Abszolút. De nem azért, mert... Minek a következménye? Hát... Én szerencsés voltam, mert engem, én vissza tudtam jönni, de nagyon sokan, akik ö, egyszer csak kis, kimernek szállni a mókuskerékből, nagyon nehezen tudnak rá visszaugrani. De van az a pont szerintem, amikor az ember azt érzi, hogy elég, nem tudok nem, nem tok most magamból többet adni nektek. Eben, és olyankor jó, hogyha valaki utána nyúl az embernek? Ne, velem ez történt, igen. Pont azért, én, pont azért kérdem, mert... Egy Lengyel György nevű színházrendező volt, és a, semmilyen kapcsolatom nem volt vele. Tehát az egy év után történt, az... Semmilyen kapcsolatom De tudott erről biztosan. Tudott rólam, és azt mondta, hogy Erika, mindegy, hogy hova, de magának muszáj, hogy a pályán kell lennie, és jöjjön vissza. És akkor ö, kaptam egy lehetőséget egy, egy jazzklubban, Budapesten, plusz elkezdtem szinkronizálni, és tulajdonképpen én így tapadtam meg újra a pályán. De színházban nagyon nehéz volt visszakerülni. Aha. Sose látották meg nekem, hogy a hagytam. Abba hagytam? Majd napig nem? Na, de most már igen, de akkor, akkor a furi volt. Előbb említettem a puskás és a kőszívőt. a kettőt élőben láttam és tapasztaltam. Akkor még nem tudtam, hogy fogunk találkozni, amikor, amikor pont a kőszívőt láttam az Erkelbe. Nagyon szép darab mind a kettő. A, Szeretik a nézők nagyon. A puskásba, vagy igen, ön játszott az édesanyát. A foci véget volt ez a puskás, vagy? Picit igen. Ugye a Szente írta a darabot, illetve ő rendezte, és fölhívott, és azt mondta, hogy Erika, lenne egy óriási kérésem. Én tudom, hogy te nem ilyen szerepekhez vagy szokva, hogy ez egy ilyen pici ja. szerep. Hogy te főszerepeket szoktál játszani, de, én, de lesz egy akkor még úgy volt, hogy a Hősök terén lesz a bemutató, Igen. csak ugye a COVID -be kavart, és végül nem ott lett ö, ö, bemutatva. Augusztus 20-ára volt kitűzve, hogy akkor egy, egy ilyen nagy, őrületes bemutató, hogy ő azt szeretné, hogy ezen a bizonyos bemutató minden poszton, a legkisebb szerepben is jelentős színész legyen. És miután tudja, hogy én, én is imádom a focit, és nagyon szeret engem, hogy akkor lehet -e az, hogy én elvállalom ezt a pici szerepet. És mondom, persze, ne vicce, belefél az életembe. Abszolút. Szuper. És hát van még egy rossz hír. Mondom, micsoda. Nem kell benne énekelned. Mondom, hurrá! <laughs> és akkor így lett, így lett a puskás van a Nárai Erika puskás édesanyja. Egyébként azt kell mondjam, hogy úgy, belegondoltam, hogy milyen érzés lehetett puskás anyukájának lenni. Milyen érzés? Lehet? Hát biztos, hogy fantasztikus. Még nem őt is szét nem szedték, csak mondom. Persze. Tehát, hogy azt gondolná az ember, hogy vannak megkérdőjelezhetetlen zsenik, és megkerülhetetlen. Szóval, hogy, hogy, hogy arra nem tízből tíz embernek azt kell mondania, hogy wow. Nem, mi magyarok a puskást is ki tudjuk kezdeni. Mi ilyenek vagyunk magyarok? Nem tudom. De borzasztó hogy nem tudunk egységesen semminek se örülni. Svédországban, ha valaki olimpiai hatodik, egy ország üvölt fel nálunk, ha valaki a második ezüstérmet előz, hogy hm, akkor már így csinálunk. Hát a svéd rúdugra, hát hogy örültek neki? Igen. Hát az az, az népünnep volt, Svédor, nép volt. Svédországban Igen. Nálunk meg fanyalgás van, hogyha a Milák Kristóf most éppen nincs olyan állapotban, hogy tudjon versenyezni. Igen, se vagy miért Hát ő most ilyen. Ilyen állapotban, nyilván nem jó kedvében. Biztos, majd visszajön. Majd visszajön. Csak segíteni, segíteni kell, segíteni kell hogy, hogy, visszatalálja. De nem így. Nem így. Nem így, mert ez inkább... Elszámoltatjuk meg kicsit agresszíven. De ez... hát, ilyen, hát most, most, ha valami gondja van, segítsünk. bocsánat, nyilván, még egyszer mondom, nem jó kedvéből nem edz. Biztos. Valószínűleg mentális problémái vannak. Itt kell segíteni. És, hogy el, és nem is akármilyen szinten kell egy ilyen embernek segíteni. De ha elfordulnak tőle, akkor gond van. Hát be fog fordulni, és a, le, a még rosszabb állapotba kerül. Ne csak akkor segítsünk, hogy amikor a ünnepelni kell, mert akkor hirtelen a siker az mindenkié. Igen. Az rögtön, akkor magyarok vagyunk, akkor csodálatos, akkor nem tudom én. Én azt szoktam mondani, hogy a elért sikert, amit mondjuk a községben értünk, én azt négyezer felé szétosztom, mert négyezer lakosok. Igen. De a kultúrátot magamra váltam. Igen. Tehát az <há> legyek én, ha siker meg legyen mindenki. Igen. Ha jól tudom, három és fél hónapot volt még New Yorkban is. Igen. Na, igen. El, három és fél Akkor hónapot. is volt egy ilyen kiégés bennem, hogy fú, de elegem van mindenből. Tehát Nagyon... ott jött rá, hogy voltam, anyai igen, igen. Légy, így, néz. így van. És, akko, és egyébként valószínűleg New Yorknak köszönhetem a Kamillát, olyan szempontból, hogy előtte iszonyatos iszonyatos mennyiségű meló volt, szinkron, koncert, minden. És és szerintem olyan szinten volt a szervezetem arra ráállva, tehát arra fókuszáltam, hogy én most dolgozom, karriert építek, pénzt keresek, ta -ta 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 -ta, hogyha akartam volna, se tudtam volna teherbe esni. És Egyszer elaludtam, és én soha nem aludtam el előtte, de soha az életben. És azt egy jelnek vettem, hogy akkor itt most van valami baj, hogyha én elalszom. És hogy annyira kimerült a szervezetem, hogy itt valamit csinálni kell. És akkor kitaláltam, hogy elmegyek New Yorkba, egy nyelviskolába. Tehát, hogy nem, nem a bahamákra megyek lábat lóválni, de közben azért egy más, más dolgom lesz, sokkal lazább lesz az életem olyan szempontból, hogy csak az lesz a dolgom, hogy reggel elmegyek. Reggelizek az iskolában, a kampusznak az éttermében. Délelőtt kilenctől kettőig. Angol órán van. Délután fölkészülök a dolgokra. Este pedig elmegyek a broadway vagy koncertet nézni, vagy előadást nézni. Eldöntöm éppen, hogy mi ez van kedvem, vagy a többiekkel lógok a kampuszon, és ez lesz a dolgom. És valószínűleg annyira kilazultam, annyira megnyugodott és megpihent a szervezetem, hogy amikor karácsonykor hazajöttem, mert novembertől voltam áprilisig, márciusig, így valahogy, annyira kilazult a szervezetem, hogy, hogy ez, ezért szoktam azt mondani, hogy egy New Yorknak köszönhetem a kislányomat. Aha, jó. Beszéltünk színházról, filmről, színkról. Hogy lehet ezt a három dolgot összehasonlítani? Egy személyben. Igazából szerintem könnyen, és de amúgy meg sehogy, mert mindegyik más. Még a legnehezebb a három közül szinkron. Nincs szinkron. ilyen, hogy legnehezebb, inkább azt mondanám. Persze önnek nincs biztos, hogy ö, de egy a kira... legidegölőbb és a leg, legfavágóbb sztori a szinkron. Ugyanis ott azt kell elképzelni, hogy bemegyek egy stúdióba, és onnantól kezdve, amíg nem jövök ki, arra koncentrálok, ami ott történik. És ha öt órában, akkor öt órában. Tehát olyan szintű agyleszívás, mert nézem, nézem, nézem a filmet, közben a papírt vagy a monitort a kezembe a szöveggel, hogy ugye stimmeljen a szinkron, figyelek, figyelek, figyelek. Tehát nagyon-nagyon, de tényleg leszívja az ember agyát. A színház is nagyon fárasztó tud lenni, meg egy forgatás is nagyon fárasztó tud lenni, pláne ha kettőkor jön értünk a busz, vagy a kisbusz, vagy a, a stábautó is visz ki bennünket egy forgatási helyszíre. De valahogy ott, különösen a színházban, vagy egy koncerten az ember visszakapja azt, amit el. Igen. A, a, a reakciókból, ott van a mellettem a kollégám, tehát van egy interaktivitása a sztorinak, egy szinkronban nincs. Tehát ilyen szempontból mondom azt, hogy talán az a nem legnehezebb, csak a leginkább ide igénybe veszi az ember. Tehát nagyon a... száraz inkább? Igen, igen. De nagyon szeretem csinálni egyébként. Aha. Nagyon szeretem azt is csinálni. Ön azt mondta, hogy azt tanultuk meg, hogy a színház kíváncsiságról szól, arról, hogy én kíváncsi vagyok a világra, és amit arról gondolok, hogyan tudom megmutatni a színpadon. Ez így van. Muszáj, hogy kíváncsi maradjon az ember az utolsó pillanatig, mert ezért is kell időnként szerintem elmenni, meg kiszállni, mert egyébként, ha állandóan ebben a színházi burokban vagyok, akkor mit fogok egy idő után megmutatni? Tehát mi, a, mi az, ami, amit át tudok adni, adni magamból, ha ha mindig csak elveszek, ha soha nem adom vissza, adom vissza és töltöm vissza, akkor az akkor egy idő után az csak egy rutin, és semmi tartalom mennyi rutinszerűség van az ön munkájában? E, nyilván ö, vannak rutinos, rutinból megoldandó feladatok is, és vannak olyanok is, amit az ember ö, nem tud csak... A rutin mindig ott van, ott kell, hogy legyen egyébként, és az át is segít egy csomó dolgon bennünket. Az, hogy bármi bökkenő jön, az ember tovább tud lépni, és nem fagy le a színpadon. De önmagában csak a rutin az nagyon kevés ahhoz, hogy, hogy mindig valami ölt adjunk, ami figyelemreméltó. méltó. Ahhoz mindig hozzá kell magunkból valamit pluszban még tenni. Mert különben válik az egész. érdektelenné válik az egész, igen. Bakik. Ah! Hát Ez van. O? Ezek apróságok néha a néző észre se veszi. például most elmondok egy példát, úgy hívnak, hogy Kerekes Anna az egyik darabban és be kell mutatkoznom. És az egyik próbán azt mondtam, hogy Benedek Anna. És mondtam, Jézus, Amerika, jegyezve De ez, 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 nem azért, mert figyelmetlen az ember, vagy, vagy nem érdekli, vagy nem tudom. Én. Nem lehet tudni, egyszerűen a psziché nagyon érdekes dolog. És bemondtam az egyik előadáson. Na most a néző szerintem ebből a világon semmit nem vett észre, de szegény táncosok, hát azok onnantól kezdve befordultak a, a minden, minden, felé tartották a fejüket, csak hogy ne lássa a néző, hogy nevetnek. Igen. Ilyen van. De hál' Istenek ritkán. Tényleg ritkán. Ritkán? Ritkán. Nagyon ritkán. Ez jó. Sok mindenre beszéltünk. Ön azt mondta, hogy van, vagy illetve már volt egy mobilis édesanyja, aki nagyon besegített a Igen. gyereknevelésbe, és a sógor is följárt Igen. segíteni. A másképp nem is tudtam volna megoldani, ugye, amikor mi szétmentünk a volt férjemmel, akkor nagyon pici volt a gyerek két éves, és nekem el kellett döntenem, hogy, hogy a gyerek vagy a munkám a kettő együtt nem ment. És akkor az anyu, anyu ebben 100%-osan száz beleállt, és olyan nagymama volt, tehát olyan o, o, az ott a felosztás, hogy ő lett a gyerek anyja, tulajdonképpen Igen. ő volt az, aki reggetestük vele volt. És én, voltam, ány, mama. És, én, és én voltam az apja, aki ment és dolgozott, és pénzt keresett, és, és intézett mindent. De ezt az ő segítségük nélkül, és a tesom is akármikor kellett, jött és segített, nem tudtam volna megcsinálni. Tehát az, amit a Kamilla, attól, hogy a Kamilla ilyen jó alapokkal bír, az, az szinte minden az anyunak köszönhető. Ő rakta le annak az idején alapok? az alapokat. Igen nem sokára jön a karácsony. Hogy készül a karácsonyra? Hát mindig úgy, amennyi időm van. Nyilván sokkal több időt szeretne mindenki szerintem a karácsonyra szenteni. Mert a karácsonyban szerintem nem a három nap a jó, az is jó, hanem az előkészületek. Az, hogy már Advent van, és akkor ugye az első gyertya, második gyertya, harmadik gyertya, negyedik gyertya, és akkor lehet készülődni, és akkor mit tudom én, már föl lehet díszíteni először az egyik komódot, aztán a másik komódot, aztán elő, előkerülnek a, a különböző világító eszközök, Dészel, igen. díszek, és akkor egyszer csak már azt vesz észre az ember, hogy tiszta karácsony van, pedig még csak december 6-a van, vagy nem tudom én. De ez isteni is, szerintem. És akkor jön a, jön a, a, előfőzés, amit, amit csak lehet én megcsinálok előre. Például anyám azt tanította, hogy halászlevet úgy kell csinálni, hogy meg kell csinálni már december, nem tudom, hanyadik állam, kép van egy szabad délutánja az embernek, azt le kell fagyasztani, be kell tenni a mélyütőbe, és a friss halat kell venni az utolsó pillanatban, és belsőségeket, és csak azt főzni bele a felengedett halászlébe, és akkor nem karácsony napján szedi szét az ember a lakást 0 re és nem tudja, hogy merre áll Igen. a feje. Vannak azok a praktikus sütemények, amiket meg lehet csinálni már két-három-négy-öt nappal előtte. Ilyen a zserbó, annak még jót is tesz, hogy áll, mert az ízek jobban Igen. összeérnek. Ilyen a, a, a mákos és diós begli. Tehát, hogy ezeket meg lehet két-három nappal előtte csinálni. Tehát, hogy ne az legyen, hogy a 24-e már csak arról szól, hogy ott a sparhelt mellett, és nem nem, 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 tudok onnan eljönni, és a falá alá meg így beesek. Hanem, hogy, hogy, legyen az egy öröm. Aznapra is jusson sütni, főzni való, mert az tök jó. Például a húslevest föl lehet rakni, nálunk karácsonykor is van húsleves, és akkor szépen át veszi az illatát a lakás, az olyan több megható is. És akkor sül valami sütemény is, esetleg még az utolsó pillanatban. Ezt ők jó, a töltött káposztát is meg lehet csinálni, sőt, kötelező szerintem megcsinálni. Az illata, édesanyja. Imádom. Az az alapélelmiszer karácsonykor. És akkor szépen pötyörészik már az is ott két-három-négy napja, mindig be lehet egy adagot hozni, és akkor azt melegíteni, jó, átmelegedjen, és annak is van egy jó illata. Tehát azt gondolom, hogy hogy ö, ö, ezek nagyon fontos dolgok, és visszahozzák a gyerekkort, visszahoznak emlékeket. És soha nem értettem kicsinek, hogy az anyám miért ragaszkodik ahhoz, hogy amit a nagymama főzött, sütött főzött, abból minél többet átvigyünk, és csináljuk. És mindig mondtam neki, de miért nem sütünk Pavlova tortát? tehát, hogy te most mondok, ja. mondtam valami. És mondta, hogy mert nem sütünk, mert, mert a karácsony a hagyományokról is szól. És ma már értem, hogy miért van halászlé, miért van húsleves, miért van ö, töltött káposzta, és zserbó, és beigli. Mert ezzel is valahogy a megtiszteljük azokat a, a valakiket, elődeinket, elődeinket, akiket nagyon szerettünk. Hogy a Így is emlékezünk rájuk, hogy a nagymama receptje szerint főzöm a töltött káposztát, hogy a, az anyám receptje szerint főzöm a nem tudom mit. Tehát, hogy... Ezek nagyon fontos dolgok, hogy tudjunk kapcsolódni azokhoz, akik, akik már nincsenek velünk, de mégis ott vannak. És hogy készül lelkiekben a karácsonyra? Hát az lenne jó, ha tudnánk úgy készülni, hogy elcsendesedünk. Mert tehát én tényleg, amit most is elmondtam, hogy ne beessünk a falá, és ne arról szóljon, hogy még hány ajándék nincs megvéve. Meg. Nem tudom én. Én igyekszem, valami apróságot nyilván a gyerek mindig kap, mert itt a karácsony, és hát most már a, a, az ő párját én fiamnak tekintem, és nyilván ő is megkapja majd a maga kis ajándékát, meg azért a testvéremnek, sógoromnak is, vesz. de hogy ne ez legyen a legfontosabb, hanem az, hogy egyeztessünk, hogy mikor tudunk ki, melyik nap jut, jut el ide meg oda, nálam, itt, nálam most itt van ebéd, nálatok ott lesz az ebéd. És évek óta van már egy ö, karácsonyi, két karácsonyi nagyon fontos szokás. Az egyik az, hogy, hogy van egy nagyon kedves család, aki a Kamillának a tanítónénéje volt általános iskolába, és az ottani ö, iskola társa, osztálytársa ö, a gyermekük. És ez egy nagyon szoros barátságá fejlődött az évek alatt. Velük mindig karácsonyozunk egyet, ö, és akkor ott meg van beszélve, hogy melyik napon jönnek át, és alig férünk a lakásba, de ez egyáltalán nem baj, az a lényeg, hogy együtt vagyunk, és egyre többen vagyunk, mert ott is ugye lett az én lányomnak is párja, a, a, a fiúnak is lett barátnője, a, a nővérének is lett élettársa, tehát így évről Sokasodnak. évre sokasodunk, de ez egyáltalán nem baj, megoldjuk. És Szerintem, ja, és a másik pedig, hogy van mindig egy olyan napom, amikor azokat a barátaimat hívom át, akiknek nincs családjuk. Tehát nincs, nem él már anyuka, nincs férje, nincs gyereke, és akkor őket egy magam köré terelem, és akkor nekik is van egy karácsony. Tehát ezek szerint, ha jól látom, jobban szeret adni, mint kapni? Igen, de bár az évek alatt legalább annyit megtanultam, mert régebben nem csak, hogy nem szerettem, vagy nem azt mondom, hogy nem szerettem, nem, ez így nem igaz, szerettem kapni, de nem tudtam kimutatni az örömömet a, az Hogy adót, kapok valamit? Hogy kapok valamit, igen. És ma ki Meg, Megtanultam, igen. Ugye az ugyanolyan fontos elfogadni, amit adnak, és annak örülni, és megköszönni, és látványosan, hogy lássa az a valaki, hogy örül neki, mint az, hogy én adhatok. És karácsonykor előjönnek a karácsonyi énekek is? Ö, megvannak a kedvenc lemezeink, abszolút, és akkor az utolsó pár hétben már szinte csak karácsonyi ö, zene megy a, a lakásban is, meg, a, meg az autóban is. Igen, abszolút. És ön is énekel olyankor? Hát vagy igen, vagy nem, vagy igen, vagy nem, de azért általában dudolász, igen. Dudolász. Igen, igen. Tehát bejárta a töltött káposztalat <laughs> és <laughs> a lakást. De mi van az asztrológusokkal, mit mondanak? Nagyon régen voltam ö, asztrológusnál, egyszer kipróbáltam egy mikhozzá, azért, mert volt egy ö, volt egy ö, olyan hetem, amikor három különböző ismerősök ugyanannak az aszt, asztrológusnak a nevét kimondta. Hát mondtam magamba, felesett Réfa, lehet, hogy így a fentiek így jeleznek nekem, hogy Erika Menjen az asztrológushoz. És akkor nagyon érdekes dolgokat tudtam meg, és nagyon nagyon szíven is ütött néhány dolog, de igazából annyira nem lettem függő, hogy azt mondjam, hogy mit tudom én évente a segítségét kérem az asztrológusnak ebben és ebben. De nem zárkózom el, tehát ha most valaki, mit tudom én, azt mondja, hogy gyermek, csinálom neked a a képletedet, vagy nem tudom, hogy hívják ők ezt pontosan, gyere, akkor mondan, a meg akkor, oké, jó, 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 akkor lássuk, hogy mi vár rád, vagy hogy mit látok, vagy nem tudom, akkor állok elébe egyébként. És bennük? Bizonyos értelemben igen, mert, mert ami, amiket megmondtak, azok zömében az, úgy is voltak, tehát erre nem lehet mit mondani. Tehát, jó, nyilván nem egy exakt tudomány, de, de valamiért egy csomó. Meg erre én azt szoktam mondani, hogy, nem mindegy, hogy igaz vagy nem igaz. Ha valakinek segít. Akkor már jó. A már jó. Amikor beszélgettünk a színészetről, ön hogy tudja megjegyezni szöveget? Nehéz ez... vagy könnyű? A színész gyűlöl szöveget tanulni. Az a, leg, az a legrosszabb része a, a pályánknak. Mikor nem tudom még mihez kötni, és ülök egy könyv fölött, egy, egy szövegkönyv fölött, és van idegen szavak, jönnek velem szembe, és nekem azt rögzíteni kell azért, hogy a másnapi próbán el tudjam mondani. Az borzalmas, az borzalmas, de hát muszáj. Ez olyan, mint a tréning a focisa számára? Igen. Hát ki szeret ott a edzésen ugra bugrálni mindenki focizni szeret, színész is játszani szeret, vagy már olyankor próbálni, amikor már tudom a szöveget, és Mennek a próbák, és akkor mi még dolgozunk a szerepen. Azt nagyon szeretjük. De a szövegtanulás az borzasztó. És valószínűleg ez egy speciális képesség, mert ha nekem három fizikai képletet kéne, vagy szabályt megjegyeznem és fölmondanom, órákig magolnám, még el tudnám mondani, miközben tanulok meg egy 84 oldalas főszerepet, és mondom el, hogy semmi gond. Ez, ez a agyunk másképp van bekötve. A művészek közötti barátság vagy rivalizálás létezik? Mind a kettő, persze, abszolút. Van barátság is, és van rivalizálás is. Szerintem a rivalizálással sincsen bajom, hogyha az előre visz. Tehát, hogyha azt gondolom, hogy nem tudom én, azt látom, hogy úristen, ő nem tudom én mit csinált, meg már ott tart, és az engem arra inspirál, hogy én is több energiát beletegyek egy-egy dolgomba, szerintem azzal semmi baj nincs. A, az, azzal van a baj, szerintem, hogyha valaki a másiknak, ahol csak tud ártani próbál. Azzal nagyon nagy baj van. Sok ilyen ember van? Nem. Egyébként nem, nem ezt tapasztalom a pályán. Nem. Van, de nem ez, nem ez a jellemző. Akkor ez jó. Inkább pozitív. Meg, meg azt szoktam mondani, hogy Megpróbálom a másiknak a motivációját megérteni, hogy miért jó az neki. És egyébként egy csomószor ki is derül, hogy miért olyan, amilyen. De szerintem a szeretettel sok mindent lehet, el lehet érni. Hogyha azt látja rajtam, hogy én, én nem megyek bele ebbe a játékba, akkor előbb-utóbb rend lesz. És, inkább Igen, főle. igen, igen. És elégedett azokkal a feladatokkal, amelyek ma megtalálják önt? A színész sosem elégedett, ez egy rossz tulajdonság. Ő mindig jobbat és többet és szebbet szeretne, de szerintem ez, ez is egy olyan dolog, ami víz bennünket előre. Mindig elmondom, hogy megverne a jó istár, ha elégedetlen lennék, mert nagyon szép feladataim vannak, és sokat dolgozom, és van köztük nagyon menő, amire azt mondom, hogy wow, és tényleg más a fél karját adná érte, hogy egy ilyen produkcióban részt vegyen. De nyilván mindenki, Meryl Streep, Julia Roberts és Törőcsik Mari szeretne lenni, és hát ez nagyon keveseknek adatik meg. És nem is biztos azért, mert nem elég tehetséges hozzá, vagy nem elég ö, képességes, hanem mert nem ott tart a világ. Nem úgy készülnek produkciók, mint ezelőtt 30-40-50 évvel. De meg kell találnunk abban a dologban, ami, ami van. Muszáj, hogy legyen öröme az embernek. Ez a lényeg szerintem egyébként, hogy semmit ne csináljon úgy, hogy hogy abba ki kell szállni, onnan el kell menni, mert testi tüneteket fog produkálni. a Meggyőződésem. Minden embernek van egy álma. A színésznek is, a művésznek is van egy álma, hogy mit szeretne még eljátszani. Mi az, ami még nagyon jó volna, ha. Képzel el, nekem nincs. Azt szoktam mondani, az én álmom az az, hogy olyan produkciókban akarok részt venni, ahol szükség van az én tehetségemre és kreativitásomra. És hogyha ez meg létrejön, akkor én az a boldog vagyok. Tehát, hogyha egy olyan produkció ö, születik meg, amiben én a legjobb formámat tudom megmutatni, és nem csak biodíszletként vagyok kezelve, hanem a rendező kíváncsi az én ötletemre, vagy az én, megvaló, tehát, hogy valósítom meg a szerepet, és, ö, és részt vehetek a, a, a folyamatban, és a végeredmény egy remek előadás, vagy egy remek koncert, akkor én azt mondom, hogy én boldog vagyok. Én a beszélgetésből azt vettem hogy ön mindig a legjobbat akarja adni. Én erre törekszem. Törekszem. Remélem, hogy időnként sikerül is. Mennyire fontos az ön számára a szabadság? Hú, nagyon. Valószínűleg ezért is tudtam otthagyni párszor ezt a pályát, meg ö, ö, hát, hogy fogalmazzak finoman, hogy hogy, hogy a magánéletemben is igyekeztem, a magánéletemet is igyekszem úgy élni, hogy anyámnak volt egy isteni mond, több sok isteni mondása volt, de többek között az egyik az volt, vendégségben voltunk, és egy házas pár, vele egy, egykorú, 30 szemtomány éve éltek együtt, és ment az ebédnél ez a tedd már le, húzd már meg, már meg, és anyám így kanálasztott a levest, és egyszer csak így ránk nézett, és azt mondta, Ő, akkor már apám meghalt, egyedül volt. Nem jó nekem, de jobb. <gül> <gül> és ez egy ilyen szálló a családba, hogy nem jó nekem, hogy én egyedül vagyok, de bizonyos szempontból jobb, mert meg tudtam ugye a szabadságomat tartani, hogy nem mentem bele vállalhatatlan kompromisszumokba, és félértés ne essen, én is azt szeretném, hogy amikor este hazaérek, legyen ott valaki, de mert nem találtam olyat, akinek örülnék, hogy, hogy hazaérek, van. és ott van, akkor szerintem a sokkal jobb, ha az ember hazamegy, és egyedül van. Nem jó, még egyszer mondom, nem jó, de úgy tudtam megtartani a szabadságomat, hogy ez nekem... Ugye, ugye ezzel nekem nincs bajom. Még akkor is, ha van bajom azzal, hogy egyedül vagyok, de nincs bajom, mert közben pedig hát azt csinálok, amit én akarok. Nem kell, nem kell kompromisszumokat kötnöm. És ez szerintem egy, egy az a, a, a szabad élet egyik kulcsa. kulcsa. Igen. A mai világ olyan, amilyen. Sok szomorkodó embert látok. Mennyire fontos önnek a jó kedv és a jó hangulat? Én azt gondolom, hogy, hogy, erre törek, ezt is meg kell tudni magunk körül teremteni, mert a világ nem teremti meg. Tehát aki arra vár, hogy majd az élet ö, mindig a napos oldalát mutatja neki, hát az... Az téved. Az várhatsz, babám, elvárhatsz, még bele nem, míg csak bele nem fáradsz, hogy a... Igen. Tehát, hogy, hogy muszáj, most mondok valamit, én például nagyon szeretem, hogy hogy, hogy, hogy megvendégelni a barátaimat. Az például az fantasztikus, hogy hogy, 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 meg tudom őket ebédeltetni, vacsoráztatni. Tehát én megteremtem azt a légkört, ahol én jól érzem magam. És odnantól ezzel nem számít. Hát ezzel a várhatsz, már elvárhatsz. Még csak bele nem fáradsz. Várhatsz, hát nyugodjan édesapám jutott eszembe. Ha most itt volna volna a Bécsi hegyek. <há> szóval őnek ez a nótája. Tényleg? Ez Té volt? Tényleg ez volt a, ez volt a nótája. Sok mindenre beszéltünk. Beleszól másod dolgába? Én ha igyekszem nem beleszólni, de nagyon nehezemre esik. Nagyon nehezemre esik. Mikor mikor szól vele? Hát a gyereknek nagyon-nagyon. De le, úgy érzem, hogy egyébként, ha most megkérdeznénk, akkor azt mondaná, rá, hogy egész jól tűrhetően csinálom. Nagyon nehéz nem beleszólni annak a, az életébe, akit szeretünk. De azt tudomásul kell venni, hogy máshol tart, más a tempója, más érdekli, más a prioritás, és felnőttként, tapasztaltabbként nagyon nehéz végignézni, hogy mondjuk egy fiatalabb ember ö, végigjárja ugyanazokat a lépcsőket, amit én is végigjártam, és az tök természetes volt, de mindenki azt szeretné, hogy a gyereke ezeket ugorja át, és rögtön ott legyen, lelek, igen, ott legyen a felső fokon. Hát olyankor nagyon nehéz kibírni, hogy ne szóljak bele. Igen. És ki tudják hozni a valent. mikor? Ha például mondok egy példát, és akkor fogja érteni. Van egy helyzet, én azt gondolom, hogy az úgy volt, ahogy én mondtam. Ott voltam, láttam, hidd el, hogy az úgy történt. És amikor valaki erre nekem azt mondaná, hogy jó, oké, okay, akkor úgy történt. Hát, míg él, addig tudnám a torkán ugrálni, hogy te engem ne hülyézz le ilyen finoman, hogy ja, persze, nagy volt, hiszen. hanem akkor mondd azt, hogy nem, nem úgy volt, és vitassuk meg, mindenki dobja ki a kártyáját, és én a végén boldogan mondom azt, hogy így, ezt benéztem, bocsánat, ja. ne haragudj, igazad van. De ha rám hagynak valamit, és hülyének néznek, és azt mondják, jó, persze, igen, akkor úgy van. Hú, Ölni tudnék. Ölni tudnék. Tudom, hogy hülyeség, de ez akkor is így van. És azt mondta, ha eldönt valamit, az elmond döntve, amellett a dégség kitart. Igen, még nem ki nem derül, hogy hülyeség. És akkor viszont simán megfordulok. Tehát akkor tényként kezeli? Igen. Amíg én úgy gondolom, hogy ez egy tény, tény és az igen. úgy van, mert hiszen én láttam, az ott volt, és tatara tatara tata, és az úgy volt, és titiri titiri titiri. és akkor egyszer csak azt mondja nekem, mondjuk a testvérem, hogy Erika, nézd? Itt az SMS. Azt írtad? Jézusom. Komolyan? Ja, bocs, akkor menjünk arra. Tehát én simán visszafordulok. Ja. Tehát ha engem valaki szembesít azzal, hogy nem, akkor én nem mondom még a továbbiakban is, hogy de, 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 az úgy van. Csak valaki szembesítsen vele. Tehát ne hagyja rám. Aha, értem. Kedves művésznő, még nagyon sokat beszélgethetnénk. Másfél órája ülünk Húta. itt, és, és beszélünk. De szerintem mi találunk rá időt, hogy ezt a beszélgetést tudjuk folytatni, ha önnek is ez megfelel. De azért, amikor azt mondta, hogy a sodrával ki tudják hozni, azt mondta, hogy igen, és azok a megkelekség, amik történtek a házban. Jaj, na azok is a sodromból ki tudnak, amikor megjön a megkelek, és jó Istenem, de az egész ország most egy ilyen nagy megkelek, nem? Alig van olyan szakember, szakember aki, aki nem megkelek. Ez szörnyű. Én 1998-ban, nagyon régen volt, én azt találtam mondani, és le is írták, hogy 20-25 év múlva nem lesznek szakembereink. Nem lesz, aki meghegeztje a követ, nem lesz asztalosunk, Igen. nem lesz kőműves, és azt kérdezik, hogy miért, mert nem tanítjuk őket. Igen. És ott tartunk, a tényleg nincs. meg tényleg nincs. nincs. Mert mindenki azt gondolja, hogy diplomás nem tudom, minek kéne lennie, csak hogy pontosan tudjuk, hogy ezeknek a diplomáknak a 60%-a semmit nem ér. Sajnos. Itt. Miközben én támogatom, hogy igenis kellenek a tanulja mindenki gimnáziumban, legyen diplomája, meg nem tudom Természtes. én, És legyen okos a... a, a nekem például egy olyan asztaloson van, aki diplomás, csak ő a, új, amellett döntött, hogy ő asztalos akar lenni, de elvégezte az egyetemet műszaki ember egyébként. Van olyan a, például a mosó és mosogatógép szerelőm, aki mm, Olaszországban tanult egyetemen. És aztán úgy döntött, hogy ő kétkezi munkás akar lenni, és csodálatosan csinálja a dolgait. Szerintem így kellene, hogy azt kellene ezekkel a gyerekekkel megtanítani, hogy hogy kell tanulni. Mert lehet, hogy ő most megtanul valamit, de két év múlva már nem lesz értelme. Mert már nincs is az a gép, a gép meg az a, a szakma. Pontosan. Hát mondjuk én annak örülök, hogy a legkisebb unoka az édesapjával mindig ott van mellett, és mindig tudja és el tud jutni a szeget. Olyan szakszavakat használ, és nem rá, hogy, hogy honném. Biztos. Ő lesz, aki királycsászár lesz tíz év múlva. Biztos. Királycsászár lesz. Hát, ugye, ami egyszer elkezdődik, amikor véget is ér. Igen. De még mielőtt befejeznénk ezt a beszélgetést, van előttem 112 kérdés. Ha ön mond három számot, én teszek belőle kérdést. Jó, jó. 67? Hát igen, a 67 az 67. Igen, akkor születtem, úgyhogy akkor lássuk, mit rejteget a 67. Tehát nem tudjuk, melyik irányba halad a pénz és a boldogság kapcsolata. Kétféle irány lehetséges. Még ez a kétféle irány? Pénz és boldogság. Hogy minél több pénzünkben, annál boldogabbak vagyunk, Igen. vagy minél boldogabbak vagyunk, annál több pénzt keresünk? Hát szerintem minél boldogabbak vagyunk, annál több pénzt keresünk. Én azt gondolom. Mert ha valaki megtalálja a... a azt a, azt a dolgot, amit szeret csinálni. Nekem az a tapasztalatom, hogy ha nem is annyi, mennyit szeretnénk, mert nyilván mindig többet, Persze? többet szeretnénk, de hogy akkor abból előbb-utóbb valahogy meg is tud élni. Tehát nem, nem, fordítva van. Tehát nem a pénzt kell először, és majd utána azt csinálom, amit én szeretnék, hanem azt kell csinálni, amit az ember szeretne. És abból legyen a pénz. És abból legyen pénz. Jó. Másik szám? 11. Foti. Hát ez űz valamilyen sportot rendszeresen? Gyógytornászom, és gyógytornázom. Van egy nagyon jó gyógytornászom, akivel heti egyszer találkozom, illetve engedélyezett otthon egy gyakorlatsort, amit az ő felügyelete nélkül csinálhatok. De pont most gondolkodom azon, hogy lehet, hogy így öregségemre lemegyek egy sportterembe, ilyen edzőterembe is valami, kicsit ilyen Kardiósabb, vagy, vagy box. Én pont, pont a box jutott eszembe, hogy nem tudom nézni a boxot. Tehát ez van ez a műsor is, hogy mindig tudom, hogy ki nyer, ki nem, ne. mert kollégáim benne játszanak. De én nem tudnám megnézni, mert egyszerűen nem, de nem tudom nézni, hogy két ember üti egymást. Ja. De szerintem sportnak az, hogy az ember a, a box zsákot üti, az biztos, hogy, hogy ad egy állóképességet, meg koncentráció, meg biztos, hogy fogyaszt is, ö, megy le az emberről a, 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 husi, még az is lehet, hogy elkezdek boxolni. Előbb használt egy nagyon nem ide való Igen? Melyik volt az? Melyik volt az? Na, melyik volt nem az? tudom. Öregség. Ugye? Ja, ja öregség. Azt ne Fiatal nem lehet öregnek Az, lenni. az igaz. Azt mondtam egyszer valakinek, hogy én nem, én nem öregszem, mert nem áll jól. Így van, pontosan. A harmadik szám? 29. Hát igen, az is a novemberi. Igen. Ki minden idők három legnagyobb sportolója? Hát azt mondom, akit, akit, én gondolok annak nyilván, mert ez, ez is... Mert... Hát én a puskást mindenképpen azt mondanám, hogy, hogy ő egy korszakosan nagy nagy, 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 focista volt, és ha már maradunk a focinál, akkor szerintem a másik a messzi. És a harmadik legyen egy teniszező, aki szerintem mondjuk a Féderer, aki, akit most Gyokovics is, meg sok, lehet, hogy még lesznek fiatalok, akik túl szárnyalnak majd eredményességben, majd nem tudom én, de a, most anyám föntről azt mondta, hogy Erika, mert ő annyira nadára jongó hogy a... Igen. Ó, szegény, hogy mindig nézte a teniszmeccset, imádta, és a Nadal volt a kedvence. De én imádom a Nadált, férjét és ne essen. De valahogy a fédererben érzem azt, azt a komplexitást, hogy iszonyú játékos volt, elképesztő úriember, nagyon nagy sportember. Tehát, hogy valahogy nekem ők. De egyébként imádtam az City-t is, meg, meg a focistákból is tudnék az Iniesta-tól kezd egy csomó mindenkit mondani, de vagy a ronaldinho akit már említettem. Igen. És nyilván egy másik korosztálynak ez a Pelé, igen. Hát ez az, amire nem lehet válaszolni egyébként. Annyi, annyi, annyi... Talán a pelét meg is írattam, amikor... Én azt meg. Azt meg. Tudom. Azt szerintem ez egy korszak volt. Igen. Igen. Apám nagy kedvence volt. azért szurkolok egyébként a VB-n, ha nincsenek itt a magyarok, mert pedig ugye nem voltunk itt. 86 óta mindig a braziloknak szurkolt. Az a tikitek a foci, az, 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 ami, ami, ami nekem ugye, van, az... Í í így abszolút, be. hát ny nyilván nem véletlenül. Azért szurkolunk igen, a barszának. Azt szeretjük. Kedves művésznő. Élvény volt tőlem beszélgetni. Köszönöm szépen a meghívást. És remélem, hogy még találkozunk. És kívánok áldott békés karácsonyt. Viszont Önnek, kívánom. És mindenkinek, és aki néz bennünket. Át fogom adni. Köszönjük Köszönöm szépen. Köszönöm még egyszer, hogy itt járt nálam. Köszönöm. Csak Köszönöm.